Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Ahogy az ember kint jár a nagyvilágban, rengeteg F-Astrát lát, csak olyan szinten beépültek most már úgy a kollektív képünkbe, hogy egész egyszerűen nem vesszük észre. Vannak szebb, megőrzött darabok, amik még úgy délcegen mennek, vannak ilyen belüket húzó füstötokádó dízel vagy benzines darabok, amik kőműves brigádokat szállítanak, és vannak ezek az egészen váratlan állapotban megőrzött pácsi autó, néni autó, nem is tudom, hogy nevezzem. A lényeg az, hogy ez itt egy 1998. januári gyártású F-Astra, az utolsók közül, ami Magyarországon készült, mindössze 172.000 kilométerrel, elképesztően, hihetetlenül, tökéletesen gyári állapotban. Na most nekem az F-Astra nagy PTSD, mert egy egész éven át küzdöttem egy nagyon-nagyon-nagyon lerúgott darabbal, hogy autó legyen belőle. Szerintem ez a mappa már jól mutatja azt, hogy ez az autó miért tudott ilyen állapotban megmaradni, mert a tulajdonosa az egy kicsit akkurátus, talán mondhatjuk. Ez itt az eredeti számlája az autónak, amiből az derül ki, hogy 98. 7. hónapban, amikor ezt az autót átvették, akkor ennek az ára, a nettó ára, az 2.148.000 forint volt, amiből lejött 171.000 forint kedvezmény, és most kapaszkodjatok, 25% volt az áfa, így összesen a fizetendő összeg az 2.452.304 forint volt. Na most, hogyha a KSH nem hazudik, akkor 98-ban az átlagkereset 122.000 forint volt, tehát ez egy kifejezetten drága autó. Sok pénzt kellett fizetni érte, ez itt egy GL kivitel, tehát egy meglehetősen jól extrázott darab, e fölött már csak kettő volt, ugye a GLS és a legendás GSI, azaz a sportváltozat a 2 literes négyhengeressel. Nagyon érdekes még az is, hogy ugye az Opel már akkor is azt csinálta, hogy amikor egy modellét leváltotta, tehát például az F-Astra után érkezett a G-Astra, akkor az F-est még tovább futatta egy olyan belépő, olcsó modellként. Megszabadította néhány extrától, keletkezett egy ilyen kellemes, jól használható belépőszint, ugye ez lett a klasszik, viszont ezeknek a gyártását már Lengyelországban folytatták. Magyarországon már 98. decemberre után nem készült F-es. Tehát ez a 98. januári autó tulajdonképpen az egyik utolsó. Elnézést a lehúzott ablakér és a szélzajért, de az idei nyár eddigi legmelegebb napján kaptuk meg ezt az F-Astrát, és hát légkondi az nincs. Ami viszont van, egy döbbenetesen módon egyben lévő és nagyon finoman, simán működő autó. Hát bennem nagyon élénken él az, hogy milyen lett az én F-Astrám, mire elkészült. Miután kicseréltük a komplett futóművét, felújítottuk benne a motort, kapott új gumikat, kerekeket, szültött, végtelen mennyiségű dolgot, és hogy az alapvetően nem volt ilyen. És hogy ebben az autóban nincs extrém kevés kilométer, tehát vezettem már a gyári állapothoz nagyon közel lévő autót, de azokban mind ilyen 10-20-30 ezer kilométerek voltak. Ebben az Astrában, ami igazán meghökkent, az az, hogy ebben 172 ezer van. És ugye van mindig az örök mantra, hogy nem kilométert veszünk, hanem állapotot, és ez ennél az autónál is tökéletesen meglátszik. Tehát, hogy ez a 172 ezer kilométer, ennek a 80-90%-a autópályán került bele, ami tulajdonképpen a legkímélőbb üzem, hiszen fölváltogat a tulajdonos. 5-ig beáll 3000-es fordulatra, 3005-re, ott megy 120-130-at, és köszöni szépen, jó minőségű aszfalton, állandó stabil fordulaton, bemelegedve. Egyszerűen minden csak működik, és akkor egy autó ilyen állapotban tud megmaradni. Számomra ez a legmeghökkentőbb. És amíg szintén meghökkentő, az az, hogy milyen magasan ülök. És nem az ülés tekintetében, nyilván ennek változtatható a magassága, hanem hogy ennek az autónak még azért van rendesen has magassága. Ugye tudták, hogy ennek az autónak komoly piaca lesz Kelet-Európában, emiatt számoltak azzal, hogy a volt szocialista országokban nem annyira jó még mindenhol az út minősége, és bizony ilyen has magasságot szántak neki, ami miatt egy kicsit ilyen víztornyos a vezetési élménye, de nem lennék meglepődve, hogyha ennek az autónak a hasmagassága az magasabb lenne, mint néhány ma SUV-nak árult járműnek.
Ugye amikor az embert meglegyinti a veteránozás szele, akkor szerintem leginkább a kis járulékos apróságok miatt van ez. Mert hogy amikor megnézzük az autóhoz tartozó szerelékeket, tartozékokat, akkor egyszerűen úgy könnyebb belehelyezkedni abba a korba. Itt van például egy autóklubos klubkártya, egy mesteri bioblőrözéssel, és hát ez már 2010. hóban lejárt sajnos. De itt van az Opel Assistance kártya, határtalan mozgásszabadság, vagyis teljes Európa területén tudunk szólni, hogyha baj van. Itt vannak a munkalapok, a javításokról, a számlák. Ugye, majd mindjárt kinyitom az autó gép tetejét, és látni fogjátok azt, hogy ebben még most is egy eredeti GM olajszűrő van, hiszen 2000 km-rel ezelőtt volt olajcserén, Opel márka szervízben. Ez az a fajta mentalitás, ami segít egy ilyen autót megőrizni. Tessék, számlák, 98. 6. hó, 98. 6. hó, Opel Assistance igazolások, extra listák. Ennek az autónak az értékét valójában ez adja, hogy nem csak egy autó, hanem ezekkel a kiegészítőkkel egy tökéletes kordokumentum. Akárhonnan nézzük, az F-Astra egy kicsit túlmutat önmagán. Ugye láttunk Golfot, Civicet abból az időszakból, tehát már kaptunk nyugati autót bőséggel a 90-es évek elején, viszont tényleg az F-Astra volt a rendszerváltás után az első Magyarországon nagy szériában gyártott személyautó. Ugye 1992. márciusában jött le az első példány, ezt máig őrzi a Közlekedési Múzeum, és ez az, amit mindenki, de egész biztos, hogy mindenki látott már egyszer az életében, ugyanis a legtöbb általános iskolai vagy gimnáziumi törékönyvben benne van a fotó, ahogy az akkori állam főleg ördül vele a szalagról. Valamivel több mint 80 ezer példány gyártottak belőle 1998. decemberig itt Magyarországon, ami nem is egy kifejezetten nagy mennyiség. Ugye Szent Gotárdon inkább a motor- és hajtóműgyártás volt az, ami igazán sokat számított. Hallottam olyan véleményt is, hogy ez a 80 ezer darab autó, amit legyártottak, az igazából csak egy gesztus volt a magyar államnak. Nagyon fontos volt a nyugati gyártóknak a rendszerváltás után idejönni, egyrészt mert piacot szereztek, másrészt mert volt munkaerő, nem is olyan drága munkaerő. És nyilván nem a rendszerváltás után az egyik pillanatról a másikra jöttek ide, már a 80-as évek közepén megindultak ezek a tárgyalások, és akár csak Esztergomban a Suzuki, úgy Szent Gotárdon az Opel is valahogy egy kicsit a mi autónk volt. Habár a Suzuki ugye azzal a popkulturális aknamunkával, meg azzal a jópofa reklámszlogennel ezt sokkal, de sokkal jobban elplántálta. Akárhonnan is nézzük, a 90-es évek elején, ha jól emlékszem, ez egy ilyen 900 ezer vagy 1 millió forint környékén megvehető autó volt, ami hát 15-16 ezer forintos nettó átlag keresetek országában nagyon távolinak tűnt. Viszont ami igazán sokat adott benne, amit nem lehet eleget hangsúlyozni ezekben az anyagokban, hogy ez ma egy vállalható személyautó. Jó, persze, főleg egy ilyen kánikulás napon nagyon kéne bele egy légkonti, de ettől eltekintve szervókormány, légzsák, biztonsági feszítő, kényelmes, csendes, kaszni, stabil futómű, mi egyéb, tehát ezek megvannak benne. Ezzel a mai napig el lehet járni, ahogy az ország keleti felének a nagy része még mindig ezzel járt. Tehát tényleg nemrég jártam Debrecen mellett ilyen kis falvakban, minden beállónál egy F-Astra. Egyrészt azért, mert még mindig olcsón működik, és mert még mindig működik. De hogy mekkora előrelépés volt ez a 90-es években egy Ladához képest, vagy egy nem is tudom, egy Tavriához képest. Hát ez egy nemhogy egy másik naprendszer, ez egy másik univerzum ahhoz képest, hogy csak úgy beleülsz, beindítod, és megy, és jól megy, és keveset fogyaszt, és biztonságos. Szóval én ezekben az autókban mindig ezt értékelem. Nem a vasat, a műanyagot, az útfekvést, a kényelmet, ezeket, hanem hogy társadalmilag milyen elképesztően nagy hatásuk volt. És ezt nem lehet eltagadni az F-Astrától, még így 30 év után sem. Nekem ez a kép még rémálmaimban szokott visszatérni, ugyanis ez itt egy X16 XL, vagyis az 1.6-os dupla vezérműtengelyes 16 szelepes 101 néhány lóerős Opel motor, aminek volt egy tervezési hiányossága, nagyon lazára illesztették a dugattyúgyűrűket, ezért relatíve hamar, pár tízezer kilométer után is hajlamos volt elkezdeni fogyasztani az olajat. És ennél az autónál ilyenről nem tudunk, irreálisan keveset tud fogyasztani, tehát ennek az autónak a tulajdonosa azt mondta, hogy kultúrát a országúti tempónál
akár 5,4 literrel is el lehet vele mozogni, télen ez amúgy rövid utakon akár fölmehet 8 literre is, de hát igazából nem számít. Ami itt számít, hogy ennél a motortérnél is az látszik, hogy mennyire eredeti állapotban őrződött meg. Itt vannak például a kormány összekötők, amik innen a fogaslécről kiviszik a mozgatást a csonkálványra, hogy nem rózsdabarna, hanem gyári zöld. Nincs kirepedve a szívócső, minden vezeték a helyén van. Nincsenek megsárgulva a tartályok. Tényleg ez tulajdonképpen szinte kizárólag por, amit itt látunk. Nincs olaj is, nincsenek egyebek. Döbbenetes állapotban maradt meg. És hogy mennyire eredeti az autó, engem az jutott meg igazán, hogy a fényszóróban ott van belegravírozva az autórendszáma, a szélvédőben ugyan kapott már egy-két követ, de ez még az autó eredeti 25 éves szélvédője, és természetesen a színezett oldalablakokban, mert ugye ez extra listás tétel volt ennél a változatnál. Ugye, akinek volt valaha F-Astrával, vagy kapcsolatba került F-Astrával, az tudja, hogy a neuralgikus pontja az autónak az a tankajtó. Külön lehet venni javítóelemeket, ez itt szinte mindig mindegyik autóra rohad. Porszáraz, sérülésmentes, karcmentes. Na most ez még egy Szent Gotthárdi autó, ugye, ahogy arról szó volt. Átvitték a gyártást utána Lengyelországba, és hát Lengyelországba folytatták az autónak a gyártását. A legenda úgy szól, hogy állítólag a lengyel autóknak valamivel jobb az alvázvédelme, de most akármennyire is magasztaljuk ezt a konkrét darabot, azért azt sajnos el kell mondani, hogy ez is csak egy a 90-es évekből származó kompakt autó, akár egy Golf, akár egy Civic, ennek is ilyenkorra a legnagyobb ellensége a rózsda. Azt viszont tudni kell, hogy ezzel az autóval 98 óta igazából szinte kizárólag autópályáztak, már amíg dolgozni járt vele a tulajdonosa, ugye most már nyugdíjas, és akkor is garázsban tartották, és most is egy teljesen zárt, száraz, betonpadlós garázsban őrzik, ami nincsenek csodák, hogyha egy autóra vigyáznak, akkor az megmarad. Minden szépen klattyan, az index, a lámpakapcsoló, csak így minden működik 25 évvel később, és ez talán azért is van, mert az F-Astra egy ilyen nagyon érdekes meccés pontja a technikának. Tehát ahogy minden gyártónak megvan ez a modellje, mint ahogy a Mercinek a 124-es Merci például, hogy már rendelkezésre állt mindenféle modern anyag, amiből tartós autókat lehetett csinálni, meg strapabíró autókat lehetett csinálni, de még nem feltétlen akarták, hogy az autók, mit tudom én, 5 évente lecserélődjenek. És nézd, F-Astra. Nem hiszem el, hogy nem tudunk úgy 10 métert menni, hogy ne jöjjön szembe egy F-Astra. Ha F-Astrával megyünk, akkor se. Így van. Tehát tényleg még mindig megy az ember, és 10 méterenként lát egy F-Astrát. Szóval, hogy egy ilyen érdekes meccés pontja a technikának ez az autó, mert ezt még nem 5 évre készítették, ellenben már minden benne van, amitől modern és jó tudott lenni. Az F-Astra olyan volt, mint általában egy korabeli német kompakt, tehát hogy meg lehetett venni nagyon-nagyon sok extrával, pufi bőrüléssel, légkondival, egyebekkel, meg lehetett venni közeli lábbal hajtós kivitelként is, ez nagyjából félúton van. Viszont, ha jól emlékszem, a biztonsági öfeszítő az már alapfelszereltség volt. Itt van egy pirotechnikai patron, ami ütközés esetén eldurran, és megránt egy bovdent, amivel berántja a biztonsági övnek a csatját, így nem engedi az embert előre rendülni, így jobban hozzáfogja a székhez, csökken az esélye a mellkas sérüléseknek. És tök érdekes, hogy amikor az ember az ülést szereli, akkor itt van egy kis token, egy ilyen kis fémlemezke, amit bele kell állítani ide, a patron végébe, azért, hogy véletlen szerelés közben ne sülhessen el, mert az elég meglepő élmény tud lenni. Légzsák előttem, légzsák az utas oldalon, ugye van az a másik jellegzetes Astra műszerfal, ahol itt csak egy ilyen pakolótálca van, és a váltom, tehát nem is értem, hogy ez hogy tudott ilyen állapotban megmaradni, ez most közel gyári ez a kapcsolás érzet, a fél karomat odaadtam volna, hogyha az enyém ilyen. Nagyon érdekes még az, hogy nincs elektromos ablakemelő, ugye itt lennének a gombjai, ez egy kurblis ablak, viszont a tükörállítás az meg mind a két oldalt elektromos, itt van neki a kis joystick, elektromos a fényszóró magasság, van ködlámpánk elől, hátul, és
a legelképesztőbb, ahogy ez az ajtó csukódik. Hogy ez az ajtó semennyire sem lóg, és néha még mindig nem tudom rendesen becsukni, mert hogy annyira jó szörben van még a gumikéder, hogy feszes, eltartja. Most ez így valószínűleg nagyon hülyén néz ki kívülről, hogy én egy 25 éves F-Australia lelkesedek, de nyilván sokan tudjátok, nekem ez az életemben egy nagyon fontos pont volt, mert a 30. születésnapomon, ami 2021. január 1-ére esett, a feleségem meglepett egy ilyen autóval, de most erről nagyon-nagyon sok videó és cikk készült a Total Car-ra, rengeteg szenvedés árán csináltuk meg az autót tényleg jóra, és most már úgy elmúltak a kellemetlen emlékek, ugye az ember agya az mindig törli a traumákat és csak a szépre emlékszik, és most már egy kicsit én is így vagyok az Astrával, és akkor látok egy ilyen darabot, ami ennyire eredeti, akkor azért már úgy, hát akármennyire is inkább japán autósnak érzem magam, ez úgy érzem, hogy szól hozzám. És figyeljétek, itt van a kárpit, az eredeti szerszámok, csavarhúzó, kerékkulcs, az eredeti Continental pótkerék, és hogyha fölhajtjuk, hát minimális felületi barnulás van, de ez mindössze egy csiszolással lejön, szerintem ezt itt megsértették valamivel, mert sehol máshol nem látszik rózsda. Gyári tömítőanyag, gyári töltőanyag, gyári szigetelések még nincsenek kikeményedve, nincsenek lepattogzva, és kettő egyarányban dönthető hátsó ülés, síalagúttal, tehát hogy végig lehet dugni a sílécet rajta, de végig itt van az elakadási jelző háromszög is, 650 forintért adták. 650! Szerintem simán számolhat, mögé tehetnénk egy nullát, hogyha ma akarnánk venni egy ilyet. Meg, hogy az összes kis piktogram, hogy itt van az első segélycsomag, hogy ezekkel a kis tekerő gombokkal tudjuk leemelni a kárpitokat, hogy ezeket az én autómban mind kajtatni kellett, vagy valamilyen félmegoldással visszatenni, itt pedig csak így megvannak. És hogy mennyire orbitálisan hatalmas ez a csomagtér, nem bírom ki, hogy nem ásszak be! Óriási! Kompakt autóról beszélünk. Akárhonnan is nézzük, ez így megmaradt egy használható autónak. De ennyit számít, hogyha akkurátus a tulajdonos, ennyit számít, hogyha kultúráltan használják. Ami szintén megmaradt, hát az a fék. Ugye, én komplet féket is cseréltem az autón, állítgattuk, légtelenítgettük, próbáltunk vele mindent csinálni, de egyszerűen sosem akart megjönni a fék. Aztán beszélgettem kollégákkal, akik vezettek új F-Astrát, beszélgettem olyan kollégákkal, akik dolgoztak Szentgotárdon, és azt mondták, hogy igazából az F-Astra féke sosem volt igazán jó, sosem akart igazán megállni. Pedig az enyém egy karaván volt, egy hatos ráadásul arra már a nagyobbik fékszet került, ugye a várható megterhelés miatt, de még valahogy az se. Itt az a közel gyári autó, hát ez sem akar sokkal jobban lassulni. De tök érdekes, hogy megnéztük a géptetőt. Alig van rajta kőfelverődés, pedig autópályán jártak vele. És talán mindez annak tudható be, hogy nem mentek vele. Tehát, hogy egy kicsit lassabb volt az élet, ahova ezt az autót szánták. Egy kicsit kevésbé rohantak, egy kicsit kisebb volt a forgalom. És emiatt valószínűleg egy kicsit jobban is megmaradt. Valószínűleg, amikor azt mondjuk egy autóra, hogy régen mindig jobb volt, akkor azért ez is nagyon hevesen belejátszik, hogy igen, sokkal többet bírtak a régi autók, csak hát a régi autókkal közel nem mentünk annyit és olyan tempóval, mint a maiakkal. Ebből a szempontból egy ilyen érdekes technikatörténet, társadalmi meccéspontban van az Astra, hogy ez csak akkor is csak így ment, meg most is csak így megy. És kíváncsi vagyok, hogy az emberiség pusztul el hamarabb majd, vagy pedig az F-Astrák tudnak el az útról. Ha tippen nem kéne, F-Astra tovább lesz, mint mi.